A Civil Információs Centrum szoros együttműködést tart fent a megyében az önkormányzatokkal és civil szervezetekkel. A centrum célja, hogy a megye minden járásában és településén elérhetővé tegyék szolgáltatásaikat. Az aktív kapcsolattartáshoz járulnak hozzá az információs partnerségi napok, ezúttal a megyeházán rendeztek a civil szervezetek számára találkozót. Nyilván egy információáram átadás, amely közvetlenül az állami irányítástól jön, praktikus információkat is kapnak ugye a NAV-tól ilyenkor a civil szervezetek, és hát az önkormányzati partnerséget látom, sok polgármester kolléga is eljött a rendezvényre, tudjuk ápolni települési és megyei szinten is. A KSH tavalyi végi adatai szerint Magyarországon több mint 61 ezer alapítvány és egyesület működik. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kiemelkedik, mivel 28 ezer, vagyis az ország civil szervezeteinek közel fele itt található, amelyek a karitatív szolgálattól a kulturális tevékenységen át a szociális feladatvállalásig az élet minden területén jelen vannak. Sokkal olcsóbban és az emberekhez, állampolgárokhoz közelebbi módon tudják megvalósítani a közszélú feladatokat és a tevékenységeiket. A jogszabályi környezet az jelentősen javult, én azt gondolom az elmúlt években a civil szféra irányában. Van egy olyan hierarchiás struktúra, amely nem kívánja meg ugyanazokat az adminisztratív teendőket egy szabadidős tevékenységet végző egyesülettől, vagy egy asztaltársától, mint egy akár több milliárdos gazdálkodói tevékenységet végző egyesülettel. A magyar kormány szorosan együttműködik a civilekkel, és figyel javaslataikra. Emelte ki a rendezvényen a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár. Szalai Bobrovnicki Vince elmondta, az általa felügyelt nemzetközi együttműködési alaphoz a 61 ezer magyarországi civil szervezettől évente 16 ezer pályázat érkezik. 6 milliárdos alap, most már 6 milliárdos, de végig kell gondolni azt, hogy 2013-ban ez az alap még csak 3,8 milliárdos volt. Tehát folyamatosan nőtt az évek során. Nyilván ebbe bele tartozott az is, hogy a kormányzat is emelte folyamatosan a civileknek a támogatását, de beletartozott az is, hogyha az ember az SZIA-jának az 1%-áról, tehát minél többen rendelkeznek civil szervezetek irányába, annál magasabb lesz ennek a NEA-nak az alap összege, a keret összege. Szalai Bobrovnicki Vince hozzátette, fontos változás, hogy a civil szervezeteket érintő támogatások a Bethlen Gábor alaphoz kerülnek át. Mint mondta, az új pályázatokat januárban írják ki a szervezetek számára, és várhatóan már tavasszal megindulhatnak a kifizetések.